Tisztújítást tartott az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács. Az ifjúsági szervezet február 16-án pénteken választott új elnököt és elnökséget a Bocskai István közösségi házban. Fancsali János leköszönő elnök beszámolójában az elmúlt évek tapasztalatairól beszélt, ugyanakkor megköszönte a munkát a csapatnak, kollégáknak, azoknak, akik támogatták őt és a szervezetet. Nem szabad megijedni a politikától, ki kell venni a részünket belőle, tanácsolta a fiataloknak. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsán alelnöke, az újett korábbi alelnöke a kezdetekről tett említést. Véleménye szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok hallassák a hangjukat az őket érintő döntések meghozatalakor, és a továbbiakban is ez kell legyen a prioritás az újedben. Ne bólogassatok, hanem kiabáljatok, mondta útravalóul az új csapatnak. A tisztújítás első részében Imre Gábor elnökjelölt bemutatta programját, elképzeléseit, terveit. Ezután a 60 fős küldött gyűlés 46 jelenlévő tagja megszavazta a bizalmat számára. A csapat alelnökeit is megválasztották, ők a következők: Bíró István, Csányi Attila, Cika Arnold, Dávid Endre, Tornai Szilárd és Zsidó Károly. A pénteki tisztújításon derült ki az is, hogy további két tagszervezettel bővült az újet.